Az utóbbi év második felében Nyírbátornak is meg kellett küzdenie az elszabaduló energiaárakkal. Az önkormányzat a hidegebb időjárás beköszöntével azonnal meghozta a költség csökkentő intézkedéseket. Több intézmény összevonásán túl például a turisták körében igen kedvelt sárkányfürdőt kellett részlegesen bezárni. Nyírbátor önkormányzata a fejlesztések területén is ehhez igazodik a következő hónapokban. Máté Antal polgármester 35 perc című műsorunkban arról beszélt, a város több intézményét fogják energetikailag korszerűsíteni, hogy azok kisebb rezsivel működjenek a jövőben. Majd felelősen gondolkodó önkormányzatnak azért bizonyos döntéseket rövid távon meg kellett hozni, de bizonyos döntéseket a hosszú távú finanszírozás érdekében el kellett indítani. Nálunk is legalább 8-10 olyan energiahatékonyság lakosságot beruházás, adott esetben saját erős beruházás is elindult az elmúlt hónapokban, ami a közvilágítástól, a fürdőüzemeltetésen át, a különböző intézmények, nevelés-oktatási intézmények, szociális intézmények költség racionalizálását, energiahatékonyságát eredményezte, eredményezi, mert hogy ezek azok a beruházások, amik lehetőséget teremtenek arra, ha valamelyest konszolidálódik a, a, piac, akkor is egy magasabb energiaár szinten is stabilan és biztonságosan tudjuk működtetni a várost. Úgyhogy egyszerre ezek párhuzamosan indultak el, de az ilyen típusú beruházások egyből nem hoznak megtakarítást, tehát muszáj volt rövid távon is megtakarításokat eredményezni, ez csak bezárásokkal, korlátozásokkal volt lehetséges, de hogy a következő télen már ne legyenek ilyen bezárások, ilyen korlátozások, ehhez is energiahatékonyságot nevelő beruházásokat indítottunk el. Ezekhez a beruházásokhoz jelentős anyagi háttérre is szükség van. A nyírbátori képviselő testület éppen ezért rekord magas, több mint 10 milliárd forintos költségvetést fogadott el február közepén. Máti Antal azt mondta, a jelentős emelkedésre nem csak az infláció és energetikai beruházások miatt volt szükség, Számos más fejlesztés is megvalósul idén a városban. Nagyon sok euh, infrastruktúrális beruházás indul el, útépítése, kerékpárútépítés, zöld felületrendezés, csapadékvizelvezető állózatok rendbetétele. Tehát 10 projektben nagyjából ilyen 30-40 beruházás fog elindulni ebben az évben, nagyságrendileg 4,5 milliárd forint értékben, ami egy ilyen kisváros életében azért nagy léptékű, és ehhez még hozzá kell számolni a korábbi években elindult beruházásainkat, amelyek áthúzódnak, sétánybővítésről beszéltek vagy a múzeum, mint kiemelt beruházás teljes rekonstrukciójáról. Úgyhogy a más szervezetek, más fenntartók által együtt, közösen, nagyjából egy olyan 6 milliárd értékű beruházás valósul meg az idén, és reméljük, hogy, hogy mindez zöggenőmentesen a városlakók hétköznap életével párhuzamosan, nem megnehezítve a mindennapjaikat a nyírbátoriaknak együtt meg tudjuk csinálni. A polgármester hozzátette, ez azért is fontos, mert nyírbátor idén ünnepli várossá válásának 50. évfordulóját. A jubileumot az önkormányzat nem csak a fejlesztések hatékonyságával, hanem megemlékező programsorozattal és kulturális eseményekkel szeretné emlékezetessé tenni.